1998 és 2001 között 4 rendkívüli árhullám vonult le a Tiszán, ezért is volt fontos a Bodrog közben árapasztó tározót építeni. A cigándi Tiszakarádit a tiszavölgyi tározók közül elsőként adták át 2008-ban, már akkor kialakítottak ott egy tájgazdálkodási rendszert, ám azt tovább kellett most fejleszteni. Az 1,8 milliárd forintos uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően megépített létesítmények még hatékonyabbá tették a bodrog közi vizek szétosztását, elvezetését annak érdekében, hogy szélesebb körű lehetőséget biztosítsanak többek között a gazdálkodóknak. Mintegy 14 kilométer tájgazdálkodási depónia töltés épült meg a fejlesztés keretébe. 32 darab olyan műtárgy, amivel a vizeket lehet kormányozni, szabályozni, illetve ami a gazdálkodóknak az átjárását is biztosítja ezeken a létesítményeken. Valamint elkészült egy szivattyúállás, ami lehetőséget biztosít a Tiszából való szivattyús vízkivételre is. Továbbá a projekthez kapcsolódóan összességében mintegy 34 kilométer, alapvetően belvizelvezető csatornának a rekonstrukciója, kotrása is megtörtént, illetve hát ezek a csatornák a tájgazdálkodásba is bekapcsolhatók. A tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben és benne a cigándi árvízszint csökkentő tározó területén című projekt zárórendezvényén elhangzott, a fejlesztések kivitelezői konzorciumban valósultak meg 3 cég bevonásával. A földmunkák dandárja zöme az a nyári hónapokra esett, így a kb. 185 ezer köbméter föld meg bedolgozása, ami a depón építéshez szükséges volt, ennek a időszakára volt olyan szakasz, amikor 32 teherautóval, 8-10 bedolgozó gépjárművel, dózerrel, hengerrel voltunk jelen a helyszínen, és végeztük el ezt a munkát. A nagyértékű fejlesztés hozzájárult a vízkeret irányelv célkitűzéseinek megvalósításához is azáltal, hogy javult a vizek ökológiai állapota.